Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Szent István király és az új kenyér ünnepe Kiskunhalason. Ökumenikus istentisztelet, cipósütés, szalmakosárkészítés és ételkóstolás a Végkúria udvarán a délelőtti órákban. 16 órától a Sóstó partján ingyenes családi és gyermekprogramok, állatsimogatás, ringató és kézműves foglalkozások. 17 órától koncertek, 21 órakor különleges tavitűzi játék. Az est sztár fellépője a Zanzibár. Ne menjen messzire, ünnepelje Kiskunhalason augusztus 20-án. A zebrán ütötték el a kerékpárost, a férfit sérülései miatt azonnal a kórházba szállították. Halason is érezteti hatását az uniós tojásbotrány, még a piacon is kérdezgetik az emberek, hogy honnan származik a tojás. Rendkívüli testületi gyors döntések, a Merkbau veszi meg a Körösi úti telkeket. Szőlőfelvásárlás változó feltételekkel, a jövő héten már megkezdődhet Halason a cserszegi fűszeres betakarítása. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hír összefoglalóját látják. Baleset történt ma délelőtt az 53-as út és a Bajza utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőn. Egy idős férfi a kerékpárját tolt át a zebrán, amikor a Sóstó felől érkező Ford elütötte őt. A sofőr azt mondta, mikor észrevette a kerékpárost, azonnal fékezett, de nem tudta elkerülni a balesetet. A férfi megsérült, mentővel szállították a kórházba. A helyszínelés idején félpályás útzár volt, a forgalmat rendőrök irányították. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálja. A helyi termelőkben megbízik a lakosság. A mai halasi piacon sokan beszélgettek a Hollandiából indult tojásbotrányról, de úgy vélik, ilyen fertőzéstől nem kell tartani. Az árusoktól azért vásárlás előtt többen is megkérdezték, hogy honnan származik a tojás. A szerdai halasi piacon nem sok helyen árultak tojást, Európa szerte most fenntartásukkal kezelik a tojásforgalmazást. Mint ismeretes, nemrég Hollandiából és Belgiumból aggasztó hírek érkeztek. Rengeteg tojás fertőződött meg egy atkaírtószerrel. A tojásokba jutott fipronil nevű anyag nagy mennyiségben káros lehet az emberi szervezetre. A gyanús tojásokat és a belőlük készített termékeket Európa szerte levették a polcokról. A halasi piacon ez még most is beszélt téma a vevők, a kereskedők és a termelők körében. Nagyon sokat foglalkoznak a piacon is, meg úgy általában az emberek. Bárhol járok a városban, mindenütt ezzel foglalkoznak. Rengeteget visznek a nagy áruházakból is. Biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy így azért tud róla az ember, mert különben felháborító, hogy ilyesmit tenni, hogy egyszerűen csak ilyen méreggel meg... Szóval nem is értjük ezt az egészet. Mi ilyen laikusok, akik ugye egész életünkben baromfival foglalkoztunk, disznókkal foglalkoztunk, el se tudjuk képzelni, hogy ilyen létezik. A rendszeres piacozók úgy vélik, némileg Halason is érezhető a tojásbotrány hatása. Nincs a piacon tojás. Hát mindenki igyekszik otthon saját maga elhasználni, mert nem fogok tojást venni biztosan a boltba. És nagyon sokan nem vesznek. És én se vennék több. Mondjuk nekem nem is, mert megtermelem, de aki úgy veszi, azért kellemetlen nagyon. Vegyem, ne vegyem, mit csináljak? Szóval ez nagyon kellemetlen egyébként. De hát reméljük, hogy majd megoldódik ez is, mint minden más. Mindenkinek kell, hogy milyen fajta tojás, hogy nem-e pecsétes, meg nem-e külföldi. De hát meg vannak vele elégedve, mert mindig innen szokták vinni, aki mindig visszajön. A vevők úgy tűnik megbíznak a helyi és környékbeli termelőkben. Akinek tojásra volt szüksége, az vásárolt is. Mindig itt szoktam venni, úgyhogy eddig még nem volt sose probléma, úgyhogy remélem így lesz most is. Hallott egyébként a híreket? Hogy... Ne hallottam volna, de hát abba bízok, hogy azért az ellenőrzés az nálunk sokkal jobb, mint máshol, úgyhogy bízom abba, hogy
nem jött be hozzánk. De az imént tojást vásárolt, mennyire bízik meg a helyi termékekben? Jobban megbízok, mint a multicégekbe, az áruházakba forgalmazott tojásokba, a megszokott piaci helyeken, a megszokott eladóktól szoktam vásárolni, így őbennük megbízom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a helyzet kapcsán a hazai tojás fogyasztására hívja fel a figyelmet. Azt javasolják, hogy a szennyezési eset letisztázásáig a lakosság részesítse előnyben a magyar tojás, valamint tojástartalmú termékek fogyasztását. Több fontos döntést is hozott ma reggeli rendkívüli ülésén a Halasi Képviselőtestület. Mai híradónkban két kiemelt témáról számolunk be. A város megoldást keres a nyugdíjazás miatt megürült háziorvosi praxis rendezésére. A szükséges felhatalmazást megkapta a polgármester. Határozat született a Kőrösi úti területek értékesítéséről is. A KED reggeli rendkívüli ülés egyik kiemelt előterjesztése volt a sokakat foglalkoztató téma, a nyugdíjazás miatt megürült háziorvosi praxis kérdése, mivel a város számára kiemelten fontos az érintett betegek ellátása, ezért igyekeznek minél előbb megoldást találni a kialakult helyzetre. A Vezendi Béla doktor úr átadta a praxisát, és ez a zsanai praxis részt illetően zökkenőmentesen sikerült, viszont a kicskonhalasi betegek hát tulajdonképpen ilyen a korábbi jogszabályok alapján még létrehozható praxisban voltak, azonban a mostani jogszabályok már nem engedték meg azt, hogy ezt az újonnan érkező doktor teljesen és mindenféle gondok nélkül átvegye, úgyhogy itt most mindenképpen olyan megoldásokat kell keresnünk és találnunk, ami feloldja azt, hogy ne a többi praxis vegye át a kiskunhalasi meglévő praxisokat, hanem ezt a korábban működő állapotot valahogy le tudjuk képezni a mostani jogszabályi háttér mellett. A képviselők 11 egyhangú szavazattal adták meg a szükséges felhatalmazást a polgármesternek. A Kőrösi úti volt szociális lakások lebontása után kialakított területek értékesítése hamarosan megtörténik. A Megbau Kft. Vásárolja meg a telkeket, így néhány hónap alatt megoldódott egy több évtizedes probléma, miután a testület igent mondott az ügyletre. Egy példaértékű projekt lezárásához, és én nagyon bízom benne, hogy sikerül még a ciklusban hasonló folyamatokat véghez vinni. Ugye nem titok, hogy a Gimnázium utcában már elindult egy hasonló kezdeményezés, én bízom benne, hogy az idei évben azt is be tudjuk fejezni, és ami én azt hiszem, hogy nagyon fontos üzenetértékkel bír, és én emlékszem még rá, amikor elindítottuk ezt a Kőrösi út két szám alatti projektet, hogy rengeteg szkeptikus volt a városban, és azt hallottuk szinte mindenhol, hogy ezt úgysem lehet véghez vinni, és én azt gondolom, hogy együtt tudtuk azt bebizonyítani, hogy azért ez a jelenlegi képviselőtestület és a városvezetés meg tud oldani olyan problémákat is, amelyet 20-30 évig nem sikerült az elődeinknek. A képviselőtestület ezeken kívül még több fontos döntést is hozott ma reggel. Ezekről a következő híradóinkban számolunk majd be. Érdemes a termelőknek napra késznek lenni, változtak ugyanis a felvásárlási szabályok. Az új feltételek ugyanúgy, mint a megyfelvásárlás esetében nagyobb biztonságot adhatnak a szerződő feleknek. Szőke Sándor, a Halasi Hegyközség elnöke arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy pénteken újabb egyeztetések folytak a szakminisztérium és a hegyközségek nemzeti tanácsa között. Információink szerint Kiskunhalas és térségében a cserszegi fűszeres esetében jövő héten már megkezdődhet a szüret. A gazdák, termelők úgy prognosztizálják, hogy a tavalyival megegyező, tehát megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű szőlő teremhet a térségben. Kérdés azonban, hogy milyen időjárás lesz a következő napokban, hetekben, ugyanis a nagy hőség megviselheti a fürtöket, és ezáltal minőségbeli romlás is előfordulhat. A termés átlagot és a minőséget sok minden befolyásolhatja a szőlő esetében. A felvásárlási feltételekről hónapok óta tárgyaltak már az érintett felek. Szőke Sándor szerint múlt pénteken kialakult a végleges feltételrendszer. Az augusztus 15-i határidőt ezt aként lett módosítva, hogy a szüret megkezdését követően köteles minden olyan szőlőtermelő és minden olyan felvásárló, aki a 3 éves átlagának az 50%-át termeli, illetve le akarja adni, annak szerződést kötni egymással. A másik 50% az maradt, az természetesen azon szabadon
rendelkezhet, vagy természetesen le is adhatja a szerződésben, de arra tulajdonképpen egy ajánlati árat kellett beadni, ezt viszont augusztus 15-ig meg kellett tenni. Össze-vissza próbálnak a felvásárlók különböző árakat konstruálni, hiszen eddig napi árak voltak, és követte mindig a piacot a napi ár. Most pedig előre próbálnak konstruálni olyan árakat, amelyek biztonságosak legyenek, ezért alá vannak ezek az árak értékelve. Ha valaki meglát ilyen árakat, azért még nem kell mindjárt nagyon felháborodni, bár katasztrofális árak vannak írva, de ez fölfele mehet, és remélem, vagy gondolom, fölfele fog menni. A fizetések két részletben történnek majd, így ennek időpontját, időbeli ütemezését is előre le kell fixálni. Korábbi gyakorlatok már úgy voltak, hogy ez évben 50%, vagy a következő év márciusában, vagy bizonyos időszakában a másik 50%. Ez aként változott, hogy december 31-ig kell kifizetni a szőlőt, de amennyiben az a felvásárló, aki meg tud egyezni a szőlőtermelővel, az mindenféleképp a jegybanki alapkamattal növelt összeget fogja kapni a halasztott fizetésre. Hamarosan megváltozik a forgalmi rend a Csiga és Fecske utcákban. A lakók keresték meg a körzet képviselőjét, hogy lépjen valamit az önkormányzat az éjszakánként elviselhetetlen autó- és motorzaj ellen. Sokan ugyanis csak átszáguldanak a két utcán. A képviselő jelezte a problémát a városházának, így ma a testület elé került a kérdés. Az a döntés született, hogy a két utcába nem lehet majd behajtani, kivéve az ott lakókat, illetve a hozzájuk érkezőket. A szükséges táblák kihelyezése szeptember 15-ig megtörténik majd. Már lehet tanulmányozni a pályarajzokat. Augusztus 20-án vasárnap délelőtt Sóstó és környéke lesz a helyszíne a 32. Halasi Hajtás Triatlon Fesztiválnak. A Sóstó strandnál lesz a versenyközpont. A gyermek futam 10 órakor, a felnőtt és az ifjúsági 11 órakor rajtol el. Az úszás, kerékpározás és futás pálya rajzai, illetve az összes szükséges tudnivaló elérhető a halasmedia.hu oldalon a regisztráció menüpontnál. A szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Felhívja a figyelmet arra, hogy a verseny miatt lezárt útszakaszokra kell számítani. A Sóstónál és környékén, illetve az Olajosok útján közlekedőktől türelmet kérnek, és azt, hogy tartsák be a lezárásokat. Akik szeretnének a helyi, valamint az ország különböző területeiről érkező profi és amatőr versenyzőknek szurkolni, azokat is várják vasárnap délelőtt a Sóstó partjára. Hamarosan lezárul a nevezési lehetőség a 32. Halasi Hajtás Triatlon Fesztiválra, azonban két remek szabadidős és sportesemény még várja a jelentkezőket. Augusztus 26-án szombaton reggel a Művelődési Ház udvaráról startol el a 7. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúra. A Halasi Média weboldalon elérhető a regisztrációs felület. Aki futni szeretne, az a 27. Szüreti utcai futóversenyen, valamint a 9. Kis Roland emlékversenyen teheti meg mindezt. Helyszínváltozás lesz, korábban a főtér volt a start és a cél helyszíne, ám most a szervezők áttették az eseményt a Semmelweis térre. Lesz 2 kilométeres lakossági kocogás, majd 17 óra 30-kor indul a verseny a kijelölt útvonalon 8 kilométeres távon. A nevezési felület hamarosan elérhető lesz a halasmedia.hu weboldalon. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. A zebrán ütötték el a kerékpárost, a férfit sérülései miatt azonnal a kórházba szállították. Halason is érezteti hatását az uniós tojásbotrány, még a piacon is kérdezgetik az emberek, hogy honnan származik a tojás. Rendkívüli testületi gyors döntések, a Merkbau veszi meg a Kőrösi úti telkeket. Szőlőfelvásárlás változó feltételekkel, a jövő héten már megkezdődhet Halason a cserszegi fűszeres betakarítása. Arra kérem önöket, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Az időjárási jelentést követően megmutatjuk, milyen volt az autós ügyességi verseny, melynek helyszíne a Tampája volt. Jön egy 8 perces összefoglaló erről az eseményről. 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin. Az adás témája, miért szemeteljük tele Kiskunhalas városát, miközben vannak konténerek, szelektív gyűjtők. Működik a hulladékudvar, és nem messze tőlünk van egy regionális hulladékkezelő telep is. Nagyon sok ilyen szemetelés van, több mint 10 esetben már el is kapták a szemetelőt, és kemény büntetést kaptak. Tehát hamarosan jönnek a részletek, viszontlátásra!